tüntettek Hongkongban az új nemzetbiztonsági törvény ellen. A demonstrálók kormányellenes jelszavakat kiabáltak, és a kínai kommunista pártot gyalázó posztereket tartottak fel. A rendfenntartók vízágyút vetettek be a tömeg feloszlatására, és mintegy 30 embert őrizetbe vettek. A rendőrség azt közölte, hogy egy férfit letartóztattak a Hongkong függetlenségét hirdető zászló lengetése miatt. Általában mondok néhány szót angolul a nemzetközi közösségnek és a médiának, de most nem tehetem. Emiatt a törvény miatt. Ha bármit mondanék, letartóztatnának, amikor kimegyek innen. Szóval most nem mondhatok semmit. Emiatt a törvény miatt, mondta sajtótájékoztatón a hongkongi törvényhozói tanács tagja Dennis Kok. A vasárnap megszavazott törvény után egy nappal Kínában az átadás napjának 23. évfordulóját ünnepelték, mivel Hongkongot 1997. július 1-én csatolták vissza az Egyesült Királyságtól Kínához. A Szucsui Egyetem tanára Viktor Gáó azt mondja, Kína csak azt tette, amit az Egyesült Királyság is tett Hongkonggal 1997 előtt, és amit minden más állam is tenne. A kínai kormánynak minden joga megvolt a nemzetbiztonsági törvény megalkotásához. A törvény elfogadására reagálva Taiwan humanitárius segítséget nyújtó hivatalt állított fel hongkongiak számára. Az iroda szolgáltatásokkal segíti azokat a hongkongiakat, akik Taiwanon szeretnének tanulni, üzleti tevékenységet folytatni, befektetni vagy menedéket kérni.